81 éves korában meghalt Haumann Péter, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a nemzetszínésze. A Madách Színház megrendülve búcsúzott egykori kollégájától, a Centrál Színház pedig azt írta, elment a király Nagy K-val. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, Haumann Péter halálával óriási veszteség érte a magyar kultúrát. York napsütése rossz kedvünk telét tündöklő nyárra változtatta át. Kivételes atmoszférát teremtett színpadi és filmszerepeiben a 81 éves korában elhunyt Haumann Péter. Friss diplomásként Debrecenbe, majd Pécsre vezetett az útja. Onnan 1973-ban a Madách Színházhoz került, ahol a társulat vezető művésze lett. Nálam nem vett. Utoljára a Macskák 1500. előadásán lépett fel meglepetés vendégként. A Madách igazgatója egészen kivételes tehetségű művészként jellemezte Haumann Pétert. Műfaji korlátokat nem ismerő, bravúros stílusérzékkel rendelkező nagy művész, nagy drámai erő, féktelen komédiás kedv és egy hatalmas zenés tudás, ez mind-mind egy testben volt. Jordán Tamás, Haumann Péter barátja és pályatársa volt a 25. színházban. A színész rendező a legfontosabb művészek között tartja számon. Én a Haumann Pétert mindig csodáltam, úgy gondolom, hogy a legfontosabb magyar színészek közé tartozott, és most, hogy ilyen hirtelen, váratlanul eltávozott közülünk, nyilván nem csak én érzem ezt, de ez, ahogy szokták mondani, pótolhatatlan veszteség. Komédiásként egy gesztusától is sírva nevetett a közönség. Több filmben és számos tévéjátékban is szerepelt. Felejthetetlen alakításainak egyike volt a patás figurája, Rideg Sándor regényének filmes feldolgozásában. Lejártuk már a lábunkat, és egyetlen törpicsekre sem bukkantunk. Szinkron színészként is emlékezetes teljesítményt nyújtott, generációk nőttek fel a Hupikék törpikék című rajzfilm sorozaton, és drukkoltak Hókuszpók kudarcának. 80. születésnapi alkalmából kollégánkkal is beszélgetett. A színészet szerepét az életében az ősember alkotói munkájához hasonlította. Tehát egy sikertelen vadászata volt, akkor a barlang falára egy sikereset festett oda, úgyhogy így álltam én a színészettel is. Amit az életben nem sikerült megtennem, megélnem, az nagyon sok esetben a színház kárpótolta a játékosság lehetőségével. A teljes interjút 23 óra 20 perckor láthatják. Az ATV ezzel a beszélgetéssel emlékezik a 81 éves korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művészre, a Halhatatlanok társulatának örökös tagjára, a nemzetszínészére.